Maszkot adományozott a karcagi vállalkozó, vadak téli etetése, elkészült a zsinagóga világítása, nagymamáját rabolta ki. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 26-án 18 óra 5 perckor. Pap Bernadett karcagi vállalkozó 7500 darab orvosi maszkot adományozott Karcagváros önkormányzata részére. Az adományt a Városházán Szepesi Tibor polgármester vette át. Nagyon nagy szükségünk van a védekezéshez ilyen adományokra, hiszen a Covid még itt van közöttünk, mondta a Szepesi Tibor. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk védekezni, ahhoz, hogy azokon a intézményekben, elsősorban szociális intézményekben, egészségügyi intézményekben, oktatási intézményekben, vagy itt magán a Városházán is, ahol azért nagyon sokan megfordulnak, nagyon sokan intézik az ügyeiket, nagyon sokan vannak zárt térben egy helyen, ahhoz nagyon fontos az, hogy ezek a védőeszközök, a fertőtlenítő eszközök, illetve a maszkok rendelkezésünkre álljanak. A mai napon 7500 darab maszkot kaptunk egy nagyon kedves karcagi lakostól, aki itt áll a hátam mögött, Pap Bernadettől, amelyet továbbiakban is arra fogunk használni, hogy ezekben az intézményekben, elsősorban ugye itt az ünnepek környékén azért a szociális intézményekben az, ahol megnő a látogatottság, tehát elsősorban ott tudjuk majd felhasználni, de természetesen ahogy véget ér a szünet, a téli szünet, azért az oktatási intézményekben is újra nagyon fontos lesz ezeknek a védőeszközöknek a használata. Természetesen maga a város és az önkormányzat is törekszik arra, hogy minél több eszközt beszerezzen, hiszen nem tudjuk, hogy hol van a vége ennek a vírusnak. Én legalábbis nagyon remélem, hogy hamarosan kilábalunk belőle, de nagyon nagy szükség van arra, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy társadalmi szerepvállalásuk abban nyilvánul meg, hogy támogassák a város, támogassák a város lakosságát, támogassák a védekezés lehetőségét, azt nagyon szépen köszönjük, mint ahogy a mai adományt is nagyon köszönjük. A Karcagi Nagykun a Vadásztársaság 26.180 hektár területtel Magyarország legnagyobb apróvadas vadászterülete, amelyen 6 fő hivatásos vadász és 84 sportvadász tag végez aktív vadgazdálkodási tevékenységet. Az elmúlt évben a csapadékhiányos időszakok következtében fellépő tartós vízhiány jelentős terméskiesést okozott a mezőgazdaságnak, ami hátrányosan érintett a terület vadeltartó képességét és megviselte az őz, valamint az apró vadállományt is, károkat okozva a természetes szaporulatban és a trófeák minőségében egyaránt. A vadásztársaság aktív tagjaként F. Kovács Sándor úrral, a Nagykunság és a Tiszató megyei részének országgyűlési képviselőivel, tiszatavi miniszteri biztossal, valamint Huba Imre Csabával, a vadásztársaság elnökével, Tömöri Zoltán fővadásszal, Herceg Gábor és Szűcs Attila hivatásos vadászokkal, karcagi vadetetők közül a Kun-Laposi határrészen lévőkben helyeztek ki abraktakarmányokat, kukoricát, zabot, lucerna szénát, káposztaféléket és takarmánysót, ezzel is segítve a vadásztársaság területén folyó szakmai munkát, az itt élő őzek és apróvadak áttelelését. A zsinagóga előtt Csillag Barnabással, a Karcagi Zsidó Hitközség elnökével beszélgettünk a felújításról és a terveikről. Az elmúlt években a hitközség életében több jelentős felújítás volt. 2019-ben volt a karcagi zsinagóga 120 éves, ezt nagyszabású ünnepséggel ünnepelték. A kertben felavatták az elnökök emléktábláját, majd a zsinagóga bezárta kapuit és elkezdődött a külső rekonstrukciója. Az elmúlt néhány évben a karcagi zsidó hitközség életében több jelentős felújítás és jelentős lépés is volt. 2019-ben volt ugye a karcagi zsinagóga 120 éves, ezt egy nagyszabású ünnepséggel ünnepeltük, és a végén a zsinagóga kertjébe felavattuk az elnökök emlékfalát, emléktábláját, majd ezt követően a zsinagóga bezárta kapuit, és elkezdődött az épület külső rekonstrukciója. A tetőszerkezet új héjalást kapott, a homlokzat teljes mértékben felújításra került, csatornarendszer teljes mértékben vízelvezető csatornarendszer felújításra került, és az épület megkapta egy gyönyörű szép külső homlokzati színét,
kétféle sárga árnyalatban, amit a kedves karcagi lakosok már gyakorlatilag több mint egy éve láthatnak. A munka elkészült, és aki erre jár éjszaka, azt is láthatja, hogy gyönyörűen ki van világítva a zsinagóga tavaly óta. Ez a tavalyi évnek az eredménye. Azért ez így ebben a formában nem igaz, hogy a tavalyi évnek, mert ez is egy előkészítő munkának az eredménye. Amikor elkészült az épület külső homlokzata, akkor mindannyian a felújításban résztvevő kivitelezők, illetve a megrendelő részéről, a hitközség részéről is felmerült egy olyan igény, hogy hát szép ez az épület, de ne csak nappal legyen méltó pompájába, hanem éjszaka is a lakosság, este inkább így mondom, este a környező lakosság, vagy egy átutazó vendég, egy turista láthassa ennek az épületnek a pompáját, és felmerült az az igény, hogy alkossunk meg egy külső díszvilágítást. Ennek is volt egy előkészítő munkája, és a munka befejeztével elkészült az épület díszvilágítása. Ezt a tavalyi évbe adtuk át, és tavalyi évtől kezdve működik, sötétedéstől, gyakorlatilag napkeltéig. Már rendezve van a zsinagóga környezete, a park. Még ugyan lehetne pár növényzetet megújítani, de a hitközség vezetőségének idei nagy terve a kerítés teljes körű felújítása. Feladat mindig akad, igen, feladat mindig akad, rendezve van a zsinagóga környezete, a zsinagóga körülötti park rendezett, így mondom, ott is lehetne apróbb felújításokat végezni, pár növényzetet kicserélni, megújítani, de ezt elhalasztottuk most, mert nagy vágyunk, nagy tervünk, nagy reményünk a zsinagóga környezetének védelmét is, esztétikáját is szolgáló kerítés teljes körű felújítása. A Kertész József utcai kerítés rész az még a eredeti régi kerítés rész kovácsolt vas betétekkel, de a egyéb három oldala kerítés résznek, ami a piacot határolja el a zsinagógától, az pedig annak megfelelően egy rekonstruált kerítés, de ez is már azért olyan állapotban van, hogy felújításra szorul. Most a hitközségnek a terve, vágya, reménye, mint ahogy mondtam, hogy ezt a kerítést fel tudjuk újítani, a kerítésnek a falazott része is ugyanazt a falszínt kapná, amit az épületnek a falszíne, és a kovácsolt vas kerítés elemeket is szeretnénk felújítani, lefesteni. És ehhez a színhez illeszkedően. És ehhez a színhez illeszkedően, hát így mondom, hogy rendbe tenni. Ennek az előkészítő munkája már elkezdődött, mert ugye a zsinagóga is egy fokozottan védett műemlék, így a műemlékvédelmi hatóság együttműködésével volt a felújítása az épületnek, ugyanígy a kerítésnek is a műemlékvédelmi hatóságnak az együttműködésével történik a felújítása, tehát a hatóság részéről már az engedélyt megkaptuk, a tervdokumentációt beadtuk. Hát most még egy kicsi anyagi forrás hiányunk van, úgyhogy próbálunk anyagi forrást is találni. Az engedélyt megkapták, a tervdokumentációt beadták, és próbálnak anyagi forrást is találni a mintegy 20 millió forintos beruházáshoz. Nehéz erre válaszolni a jelenlegi folyamatos áremelkedések, és így mondom, hogy árváltozások mellett. Mind munkadíjak, mind alapanyagárak ugye folyamatosan változnak, egy 20-22 millió forintos költséggel kalkulálunk, ami valószínűleg fedezni a teljes munkálatokat, de várjuk az adományokat, várjuk a hozzájárulásokat, várjuk a lehetőségeket. Csillag Barnabás még nem tudja, hogy idén a zsinagógában lesznek-e programok, megemlékezések, az a járványhelyzetétől függ. Óvatosak vagyunk, de reményekkel készülünk, tehát azt beszéltük tavaly meg a vezetőség, hogy lehetőség szerint az idén szeretnénk, hogy a zsinagógába tartsuk a megemlékezést. Fontos lenne visszatérnünk megint a közösségi élethez, nagyon nehéz helyzetben vannak a közösségek jelen helyzetben, tehát fontos az együttlét, fontos az egymás közelsége, de azért fontos az is, hogy az egészségre vigyázzunk. Tehát igen, azt tervezzük, hogy a megemlékezést bent tartjuk az épületbe. Hát még szeretnénk egy koncertet is tartani, ezt már mondtam többször, de sajnos a járványhelyzet ugye mindig közbeszólt. A vasak a tűzbe vannak melegen tartva, tehát hogyha lehetőség lesz rá, akkor az a gondolat az valóra válik, de most pillanatnyilag azt mondom, hogy igen, tehát szeretnénk bent tartani az ünnepséget.
A Jászberényi járási ügyészség bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntette miatt emelt vádat a Jászapátiban élő férfi ellen, aki 2021 nyarán a saját nagyanyját rabolta ki. A vádirat szerint a 28 éves férfi 2021. augusztus 19-én kora délelőtt meglátogatta 85 éves, törődött egészségi állapotú nagymamáját, annak Jászapáti otthonában. Többször kirabolt a napközben is, meg nyakából a láncot elvette, meg pénzit elvette, de Rózsikai hozzám szinte hetenként csütörtökön mindébben jött beszélgetni. Annyit mondott, hogy többször elment a rendőrségre, de nem csinálnak semmit. Ennyit mondott. Elszakította a nyakláncát, kitépte, le is elvitte a bizományba, és hogy adta, ne adta. Minek kellett a pénzt az srácnak, nem tudja? Hát, mert egyáltalán nem dolgozott. Se ő, se a felesége, két családjuk volt. Hát még utána mondjuk mehetősen állt, aztán robbant le egy 2-3 hét múlva. Hát annyira sajnálta az unokáját, hogy nagyon. Az ügy a Jászberényi járásbíróságon folytatódik. A pénzükében lévő unoka egy aranyozott karkötőt ajánlott megvételre az idős asszonynak, aki nem akarta a bizsút megvenni. Ezt követően a fiatal férfi közölte, hogy pénzre lenne szüksége, de a nagyszülő szabadkozott, azt mondta, nincs pénze. Erre a férfi a fotelben ülő idős hölgyhöz lépett, és megpróbálta levenni a nyakláncot a nyakából, de a sértett eltolta a kezét. Ekkor a számottevő erőfölénnyel bíró fiatal férfi lefogta az idős nő védekezésre emelt kezét, elvette a nyakláncot, a nő tiltakozott, megpróbált felállni, de unokája visszalökte a fotelba, majd távozott a lakásból. A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a férfit börtönben letöltendő szabadságvesztéssel sújtsa, és határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A férfi letartóztatásban várja a bíróság előkészítő ülését. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagypontsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!